Sziasztok, én Raven vagyok, ez pedig itt a Witcher 3 Wild Hunt, abból is a Blood and Wine DLC-nek a második etapja, amit ugye előző rész végén én így jó hiszeműen megígértem, hogy ó, majd lesz meg ilyenek, aztán most egy napos késésbe vagyok, de az tök mindegy. Igazából amit így a videó elején leszeretnék szögezni, hogy nem lesz végigjátszás ebből a DLC-ből. Annak ellenére, hogy ígértem, hogy talán lesz, nem lesz végigjátszás ebből a DLC-ből, ugyanis szeretnék a saját kis iramomban haladni, az pedig videó szinten nem állná meg a helyét, hogy én minden egyes kis bokrot meg ilyeneket föltérképezek, úgyhogy aki várta volna, hogy ebből a DLC-ből végigjátszás legyen, attól bocsánatot kérek, de így első nekifutásra nem lehet szerintem értékelhető videót csinálni belőle, aztán majd úgyis megcáfolnak a nagyobb videósok, hogy már pedig igen. De mindegy is. És arra meg ugyanár teljesen nincs kapacitásom, se időm, meg semmi, hogy én ezt végigvigyem egyszer így felvételen kívül, aztán újra kezdjem, hogy fölveszem. Ez így nem fog megtörténni, úgyhogy aki erre várna, attól bocsánat. Ez van, sorry. Na, de akkor folytassuk ott, ahol vagyunk. Az a terv, hogy ezt a küldetés sorozatot, a Tüszent szörnyetegét, ezt én letolom nektek, már ha nem ilyen nagyon elburjánzó a szál, és akkor ott elbúcsúzunk, én meg játszom egyedül, és nagy valószínűséggel így ezután, videó után így, hát mondjuk azt, hogy ilyen 2-3 hétig szerintem engem elveszítetek, úgyhogy aki így akit így bántan a dolog, hogy így most következő időszakban nem nagyon lesz videó, az nézze vissza az előzőeket. Bocsi, igazából ez van. Na, menjünk be a fogadóba. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyrac. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but Orlacourt was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day. But when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Legyünk genyók. Like Milton said, I've come from the north at the Duchess's behest to deal with the beast. Yes, yes, but who are you? A knight? A mercenary? A soldier? Geralt is a witcher, a master of his trade. He has questions for you about the beast's most recent victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man! You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned. If I hear the sky was red again... I saw a head popping, eyes bulging, the tongue blew and popped out. Next to it, a hand
rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright! I bolted to town, fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. It's okay. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corfo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corfo Bianco is Baron Rossell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that woman who just left? Didn't see her before. Didn't notice her walk in, either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Rossell's vineyard was auctioned off? Inconceivable! It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Rossell now bunks with his brother in Vico Faro. I told Rossell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent? Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher Codsworth. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast, besides it being a messenger of the gods? The Toussaint Trois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Na, hát jó. Akkor iramodjunk is neki, és nézzük meg a hullát. Ja, és amit az videó elején lévő kis monológomat illeti, azért így nagyon durván videó nélkül nem maradtok, legalábbis aki így követi a... az igen, nagyon szépen átjöttél ott a mindenem. Na szóval nagyon... videó nélkül nem maradtok maximum csak a YouTube-on, ugyanis akit így érdekel maga a Witcher, meg hogy így mivel tengetem... Hűha! Wow, mi történt? Szóval akit így érdekel, hogy mivel tolom így az... a szabad időmben, az Twitch-en meg fog találni, ha nem is dumálgatós live címen, csak így mindenféle... Ó, mi történt itt? Szóval mindenféle
Not so fast, Roach. Hűha, szóval mindenféle Duel Dumania nélküli játékra kíváncsi, akkor... akkor az Twitch-en szerintem meg fog találni. És nagy valószínűséggel Twitch-en én fogok ugyanígy a Witcher 3-ból live-okat tolni. Nagy valószínűséggel szöveg nélkül, csak így... így elkezdek játszani, aztán aki úgy gondolja, az jöjjön és nézze, bár szövegelés nem lesz hozzá, hanem akkor az ilyen kis saját iramomba így nekiállok felfedezgetni mindent, mint ahogy most is teszem. Úgyhogy ha valaki így az elkövetkező időszakban erre vágyik, az nyugodtan iratkozzon fel a Twitch-re, meg nézze a Facebook oldalt, mert ott így indulás előtt egy ilyen 10-15 perccel azért kint szokott lenni az, hogy én most éppen valamiféle műsort tartok. A videó alá, ha nem felejtem el, akkor a Twitch-nek is, meg a Facebook-nak is a linkjét azt berakom. Na, de vissza a játékhoz. Oké. Bruxával talán már találkoztunk. Úgyhogy meg is nézem mindjárt a bestiáriumba, hogy... hoppá, ez nem az. Hogy mégis... mi ez a dög? Elméletileg ez valamiféle vámpír. Úgyhogy nézzük, Bruxa. Így is van. Egy holdpor bomba kell, egy vámpírolaj, egy fekete vérfőzet, és a Yardennel érdemes belassítani. Jó. Előbb még azért... oké, szak, de szépen leparkolt ide a... az út szélére. Szóval, nézzük, hogy valami fekete vér. Ha van, akkor... hát ezt még... ezt még kicsit szoknom kell, ugyanis inventory-t azt átalakítottak, szerintem... ezt nem nagyon mutattam meg az előző videóban, bár az, az igazság, hogy fogalmam sincs előző videóban, mint mutattam, mert tényleg annyira baromi fáradt voltam, hogy nem emlékszem, hogy ott mi történt, de valamit... valamit szerintem azért mutogattam, szóval... nem bestia olaj, nem ogre olaj, aha... hibrid... aha, hát akkor ilyenem nincsen, viszont főzetem az annak lennie kéne. Na, látjátok, igazából ezért nem nem ildomos, hogy ugye én ebből a játékból nektek végigjátszást csináljak. Ugyanis igen, ilyenekkel megy el az idő, szóval... aha... mire odaérek, hogy valami főzet kéne, addigra el is felejtem, hogy mit kerestem, szóval... jó, ez most... most megpróbálunk mindenféle főzet nélkül nekiindulni, annyi, hogy a lassítást azt meghagyjuk neki. Ide viszont... ó, nézzünk csak le. Small bare feet. Viszont... hoppá, valaki éppen most döntött úgy, hogy ő meghal. Aha, hát ez cuki lesz. Aha, szóval őt így konkrétan így... őt így konkrétan... átkúrelték a ajtón. Szép, szép. Na, lépjünk be.
Szia, de cuki vagy. You. Saw you at the inn. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. Sexy. We don't have to fight. Nem is nagyon szeretnék, az az igazság. You are wrong. I cannot let you leave. Gyere, gyere, gyere! Hoppa, annyira az élet. Gyere be a körbe. Aha, ez mindenféle kélképpen szükséges lesz, hogy... Az igen! Mindenféleképpen szükséges lesz, hogy én becsábítsam a kör közepére, és elénekeltessem velük Eddától a kör című számot. Na, gyerünk! Hoppa! Aha! Hú, de cuki vagy! Páka. Na hát ez igazán kínos. Wow. Hát ez egy jó kör volt, mit ne mondjak. Oké, na, egy fecskével vissza töltjük az életünket, mert miért ne? A tűzhani cuccok ezek így jóknak tűnhetnek, viszont így 40-es szinten már annyira nem érdekli, hogy mire tuk. Waterlogged, both hands amputated, body was quartered just as I thought. Laid in water for some time, head swollen, and something took a few bites out of it. Ahhoz képest eléggé rendben van. A pouch, bulging with coins. Nilfgaardian florins, from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Hát ez már kevésbé. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Az király. Kormié. Third hand. A spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm, blood still flowing. Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Az fasza. Na, akkor fejezzük be az egészet, ha végigmentünk mindenen. Was clearly a monster. But not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance?
was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Na, hát van egy olyan tippem, hogy a Tiszton szörnyetegi küldetés sorozatot nem fogom nektek végig bemutatni, ugyanis nagy valószínűséggel az egész DLC erre a küldetésre van fölhúzva, ami azt jelenti, hogy végig ezt a szállat fogjuk tolni nagy valószínűséggel, viszont mert egyre jobban érdekel, hogy akkor ha nem a Brooks-a volt itt a tettes, akkor mégis kinek dolgozik. És hogy ezt miért szerette volna. Ja, csak így behajtotta a... behajtotta az ajtót, hogy de nem mész ki rajta. Oké. Okay. Na, és a szokásos felfedező túrámat én itt meg is ejteném, hát ha van valami extra itt a számomra, hát nagyon nincs, úgyhogy akkor mehetünk is ki innen a boros pincéből. Viszont itt még szét nézek, mert miért nem? Jó. Amúgy elég barátságos kis hely, annak ellenére, hogy így nagyon sokan meghaltak. Hullákat leszel, mint a jó hely. Viszont én most egy gyors meditációt megejtek, hogy a főzeteimet visszakapjam. Ugye a normál szinten, ha meditálunk, akkor visszakapjuk a főzeteinket, és regenerálódik az életerőnk. Normálnál magasabb szinten viszont csak a főzetek jönnek vissza, az életerő nem regenerálódik, úgyhogy ezt mindenkinek magának kell szépen visszatöltenie. Ó, itt buli lesz fönt, én már érzem. Azt hiszem, ja igen, és amit így észrevettem, milyen baromi jó megfigyelő vagyok, ja nem. Szóval, amit így észrevettem, hogy maga a térkép az nem olyan baromi nagy, mint az alapjáték egyes térképe, mint Skellige, vagy Velen, vagy franc tudja, hogy hívják a harmadik részt. Szóval az nem olyan nagy, viszont a legelső pályarészt, a gyümölcsös kert nagyságú, az szerintem megvan, ha egy picivel nem is nagyobb. Úgyhogy az a 20 órás játékidő, amit ígérnek, az szerintem bőven betartható, ugyanis én az első végigjátszásom, vagyis az egyetlen végigjátszásom alapján amit a gyümölcsös kertbe leműveltem, az egy jó 10 óra szerintem volt. Úgyhogy szerintem simán tartható. Főleg, hogyha így contentet azt így ilyen durván... Ó, most már páncélfestések is vannak, nagyszerű, hát ez már igazából csak ilyen skinezés. Na, de akkor menjünk is tovább. Már fel tudok találni a lépcsőt. Hello. Csikidem! Mi van? Az ergósra fordították a szöveget? Ne szaladt Gelje. Nézzünk be ide a... Mi ez? Tornaterem? Nem is tudom, minek volt fordítva. Hello, okay.
Cső. Hello, engedjetek ide be? Kivel kell nekem beszélni? Na, megvan. Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Store is done. Go find your parents. But the Pomerine. What about the story of Ritik and the dragon? The tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? No. Az utolsó az, ami rám vonatkozik. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Pomeran's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, you can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Mindenki tök barátságos velem, ez nem megszokott. Of Guardian Gladiators? Close, but not quite. As we'll soon see. Someone's gonna fight a Shelmar? Tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort of Yurina the Nunya. There, a knight came to Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Only a witcher has a real chance against a healthy Shelmar. And that's not even every witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd? Plain irresponsible. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Az a faszi, az hülye. Komolyan. Let's go. Van egy tippem, hogy őt most lett utoljára jelve. I dedicate my imminent victory to fair lady Vivian. Komolyan neki! It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Got a bad feeling about this. Damn it.
We have to help him. No ne, de ő miért jön velem? Nem lesz nekem elég a szörnyre figyelni? Hoppá! Engárd! Hopsz! De te miért jöttél le? Komolyan? Nem akarom, hogy meghalljon ő is, hogy kicsit rá kell, hogy gyúrjak itt a dolgokra, mert... Szerencsétlen, itt meghal mellette, annak nem lesz jó vége. Köszi. Akartam kérni. Jó, hogy félre. Na. Valaki magyarázza már, hogy miért nem tudom kijelölni a dögöt. Miért nem tudom kijelölni? Egy nagyon fontos kérdés. Miért nem tudom kijelölni ezt a dögöt? Mert eddig működött a kijelölés. Na mindegy. Igazából túl nagy probléma nem lesz, maximum annyi, hogy akkor a kis segítőnk az ott megdöglik, mert neki muszáj velünk jönnie. És akkor nem fog érdekelni, hogy mennyire sebzi őt a dög. Na. De igen, ez a betöltés, ez valami igazán fantasztikus és gyors. Ez főleg azért érdekes, mert ugye kisebb a térkép, mint az alapjátékban. Úgyhogy elméletileg kisebb területet is kell neki betölteni, bár gondolom nem egyszerre tölti be az egészet, hanem szépen utólag. Esetlegesen még a betöltése az lehet, hogy probléma, hogy az alap vinyóra van föltelepítve. Maga a játék is, meg a DLC is, és az valamivel lassabb, mint az USB-s külső vinyó. Úgyhogy egy kis plusz info, akinek van Xbox One-ja. Hogyha valamivel gyorsabb betöltési időt szeretnétek, akkor egy külső USB 3.0-es Winchester-t a szerezzetekbe. Jajjaj, vissza onnan. Mindenféleképpen meg kell várni, amíg elkezd gurulni. Úgy sokkal gyorsabb.
sokkal gyorsabban és nagyobbat lehet rajta sebezni. Hopp! Oké. Okay. Ez így járás. De még mindig nagyon zavar, nem tudom kijelölni. Gyere, gurulj felém, légy szíves! Ne vele szórakozz egy gyere és gurulj felém! Nem így gondoltam, hogy el is találj. Aha. Nem baj, jó lesz. Ez most már innentől meg lesz, mert nincs probléma. Te mit csinálsz? Ez mi történik itt? Hölgyeim és uraim, mi ez? Mi a franc történik itt? Oké. Okay. Na, végre sikerült kijelölés megejteni rajta. És szerintem most ezzel be is végezzük. Pont jó, mert most ment tönkre a kardom. És most így, amíg a betöltést tart... Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed. Mi van? Nem. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Pikeman, see to the beast. Guillaume, the lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly paints you. She approaches. Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival, had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your grace, Shalemars are dangerous creatures, even to knights in full-plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. Mm-hmm. What about the crowd? Say the Shalemar had vaulted into the stands. What about a massacre? Geralt. Though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Aha. Jó. Nagyszerű uralkodó vagy, kuraszul állok. Your grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But whatever could he be? Come,
We must find him. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Ugh. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ez a kökörcsim már csak ilyen. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsmen handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa. A kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through a careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something, need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it, nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Hát azért volna fizetnétek. True? Do Witchers usually demand that which you find at home? Yet did not expect. Mi van? Én lóvét kérek. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. But Corvo Bianco, isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Az igazság, hogy lehet, hogy inkább igennek kellett volna válaszolni, és akkor kaptam valami bögyös szőkét. Fizetséggyanánt. Na, de kérdezés, figyeljünk tovább. Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants.
He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city, there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me, an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld. But no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinche. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places, under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it! Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the five chivalric virtues. And even if the... Knights of Toussaint swear fealty to what virtues, exactly? Honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Five virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity... Szóval akkor azért ennyire mászóan kedves itt mindenki. Aha, oké. Okay. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor, compromised by the pillory. Wisdom, by ridicule. Generosity, by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right.
Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the fourth virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To me, something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and de Lac formed a knightly team. It was years ago, but... Oh. Egyre érdekesebb kezd lenni a dolog. They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start. And he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my knight, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it, not near my palace. Horses! Ready our horses! No. Your Grace! What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Nos, hogy mellett írtad magadról, nem mindegy. Ez egyre érdekesebb és érdekesebb. Ja, aki a kintről beszűrődő zajra, sajnos szükség van, ugyanis olyan dögmeleg van itt bent, hogyha csukott ablaknál veszem fel a videót, akkor lehet, hogy már rég abba hagytam volna a felvételt, mert meghalok, de igazából így a videó vége felé ezt így jó, hogy közlem, ugye? No. A legnagyobb probléma az, hogy egyrészt kapok egy csomó küldetést, amiket meg kell csinálni. Másrészt az egyik kardom az nem jó, azt meg kell javítani. És mivel hogy így folyamatosan történik az események, erre így nem leszek képes. Úgyhogy... Unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. Nothing to see here. Aha, nem figyeltem, mit mondott, szóval
Fogalmam sincs, hogy mi alapján kell megtalálni. Zsír. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. While I nab the phoenix egg. That will be quickest. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. Turns around, it's over there, look. Honnan a francból van unikornit is adtok? Please, it's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Hogy a fazban lenne világos? Na, zúgassuk akkor neki. Fiorano of the 1290 vintage. I do encourage you to try. If one were to call a state courageous or coward. Mielőtt még így lemennék és ezeket megszerezném. Egyrészt javítok a kardomom. Vagy nem? Aha, jó, akkor nem javítok a kardomon, viszont tudom, hogy ez egy nagy személyiség, meg ilyenek, de én most így ezt a videót itt lezárnám. Úgyhogy tényleg bocsánat, hogy így menet közbe kell. És ráadásul egy ilyen sztori vonalon megszakítanom ezt az egészet. Na, srácok. Ugye azt ígértem, hogy ez lesz az utolsó videó. A Witcher 3-ból. De mivel pont egy olyan sztori vonal közepén vagyunk, amit azért jó lenne kideríteni, hogy hogy is fog végződni, így azt mondom, hogy de utálni fogom ezért magam. Szóval azt mondom, hogy folytassuk innen. És akkor lesz még egy Witcher 3-as videó, kinek örömére, kinek bánatára. Szóval innen fogjuk folytatni legközelebbi alkalommal. Addig is Réven voltam, sziasztok. És a jön a folytatás, és meglátjuk, hogy hogyan végződik ez a dolog, és Milton életbe találjuk-e, vagy sem. Na, köszi a figyelmet, sziasztok.